Egy prostitúcióra kényszerített nő esetét, szabadulását mutatta be ez a berendezett kisterrautó Pécsen még 2 évvel ezelőtt. Úgy rendezték be, mint azt a lakóteret, ahol fogadnia kellett a férfiakat. Közben a hangszórókon keresztül elmondta a történetét, hogyan került ilyen helyzetbe, és végül hogyan szabadult ki belőle. Mindezt egy szabadulószobás feladatba csomagolva, ahol 10 percük volt az érdeklődőknek arra, hogy kijussanak. Idén szeptemberben is érkezik ilyen kamion Pécsre, hogy felhívja figyelmet az emberkereskedelemre, a szexrabszolgaságra, ami napjainkban is létezik Európában. Az emberkereskedelem veszélyének kifejezetten azok a személyek vannak kitéve, akik esetlegesen alacsonyabb jövedelmű családokból érkeznek, vagy alacsonyabb iskolázottságú szülőkkel rendelkeznek, illetve a magasabb jövedelmű családokban is megjelenik alkalmanként az érzelmi elhanyagoltság, ami szintén hajlamosítja a fiatal korosztályt arra, hogy könnyebben behálózzák őket azok az elkövetők, akik kifejezetten érzelmi manipulálással vagy anyagi előnyök ígéretével prostitúcióra akarják kényszeríteni őket. Erre a bűnügyi területre jellemző a magas látencia, a mindennapokban nem igazán hallanak erről az átlagemberek, mondja a kutató. A bűncselekményt az áldozatok nem jelentik a rendőrségnek, nem derül ki, hogy ezt a bűncselekményt elkövették ellenük. Ennek számos oka lehet. Sokszor az áldozatok sem érzik magukat tényleges sértetnek, tényleges áldozatnak, mert pont például az érzelmi manipulálásnak köszönhetően ők úgy gondolják, hogy az elkövetők jót akarnak nekik, vagy anyagi szorult helyzetben vannak, ami miatt nem mernek kilépni a szituációból. De emellett a társadalmi megbélyegzése ennek a bűncselekménynek ahhoz is hozzájárul, hogy maguk az áldozatok is elkövetőként tekintenek magukra, mint akik valami rosszat tesznek, és emiatt nem mernek a hatóságokhoz fordulni. Ezek azok az okok, amelyek csökkentik a bűncselekmények ismerté válását Magyarországon. Ennek ellenére lehet következtetni a bűnügyi adatokból arra, hogy nagyjából milyen trendekben követik el ezt a bűncselekményt. Egy 2022-es projektben felmértük, hogy az országban a legtöbb vonatkozó, kapcsolódó bűncselekményt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Somogy megyében, valamint harmadik helyen Baranya megyében követik el lakosság arányosan, amely az emberkereskedelemhez kapcsolódik. Baranyában évente átlagosan mintegy 10 bűneset történik, mint például kerítés, kitartottság, prostitúció elősegítése, gyermekprostitúció kihasználása vagy emberkereskedelem, ami kötődik ehhez a tevékenység formához, mondja Szijjártó István. Idén szeptemberben ismét hazánkba érkezik a szabaduló kamion, amit a holland szakemberek készítettek, és interaktív bűnmegelőzési módszerként alkalmazva járják vele Európát. Az emberkereskedelem veszélyeire figyelmeztető különleges járművet Pécsen 19-én és 20-án kereshetik fel az érdeklődők a Tudásközpont melletti Szalai László kollégium mögötti részen.